Tokaj 2016-ban is számos eseménnyel várja a településre látogatókat. A Hegyalja, a Bodrogpart és a Tisza találkozásánál egy új rendezvényközpont is egész nyáron programokat kínál a turistáknak és a környék lakóinak. Posta György Tokaj polgármester a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, erősítsen meg, hogy ugye nem csak az én szubjektív megérzésem vagy érzésem az, hogy az utóbbi években Tokaj sokkal intenzívebb kulturális életet él, mint korábban. Azt gondolom, hogy ez a hír igaz. Több olyan beruházás volt a városban, ami a kultúrát erősítette és szolgálja. A legnagyobb beruházás ugye Tokajban a Fesztivál Katlannak az elkészülése, ami 2500 férőhelyes szabadtéri színház, ami tavaly egy próbaüzemmel nyitott, és most ebben az évben most már teljes üzemben várja majd a látogatókat, illetve egy nagyon fontos dolog, hogy a kultúrnegyedben elkészült a kultúrnegyed harmadik ütemében a Világörökségi Bormúzeum, ami 2000 négyzetméteren mutatja be Európának a világörökségi területeit, a borvidékeit, és azt gondolom, hogy ezek a beruházások mind azt erősítik, hogy Tokajban egyre színesebb a kultúra, és fontos az, hogy az ideérkező vendégek minél szélesebb és színesebb kultúrával tudjanak megismerkedni. Csak ízelítőül soroljunk fel néhányat, hogy mi az, amit eddig megélhettek a tokaiak, illetve a turisták, és mi az, ami még vár rájuk nyáron? Hát most ugye 25-én indul a Fesztivál Katlanban az első produkció, ami egy különlegesség lesz, a Star Wars bemutatója lesz, amit Budapesten, az Arénában láthatott a közönség, és most második alkalommal csak Tokajban lesz ez a produkció látható. A Dokhányi Szimfonikus Zenekar, Borelung Gábor vezényelte szimfonikus zenekar fogja előadni ezt a fantasztikus produkciót. Azt gondolom, hogy ami a Star Warshoz köthető, és a zenevilága, illetve azok a képek, amelyek a Katlanban meg fognak jelenni, egy olyan érdekes színfoltja lehet majd az egész nyárnak, ami szerintem fölkelti majd az emberek érdeklődését, tehát ez 25-én fog indulni, június 25-én. Rá egy hétre egy teljesen érdekességgel fogunk szolgálni, egy kétnapos nemzetközi cirkuszfesztivál lesz Tokajban látható. Azt hiszem, hogy ez is mutatja a fesztiválkatlan sokszínűségét, hogy most megpróbálkozunk egy cirkuszfesztivállal. Ez ugye Fekete Péternek köszönhető, aki Békés Csabáról került fel a fővárosi nagy cirkuszhoz, és ugye a Békés Csabaiak már kétszer voltak a Katlanban előadást tartani, és a Péter beleszeretett annyira a Katlanba, hogy úgy gondolt, hogy új munkahelyén is valamit Tokajhoz kell kötnie, és így megjelenik a fesztiválkatlanban a cirkuszvilága. És onnantól kezdve pedig az operett, a klasszikusok, illetve most már opera előadás is lesz a Katlanban, mert hogy a Zempléni Fesztivál keretén belül egy nagyon érdekes produkcióval várjuk a ideérkezőket. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a Katlan egy nagyon sok szín és sokrétű programmal fogja oda vonzani a turistákat, és bízunk benne, hogy minél többen föl fogják keresni a Katlant. Nem csak a Katlant, hanem reményem szerint a Világörökségi Bormúzeumot, a zsinagógát, illetve a színházat lassan elindul a Crescendo Nyári Akadémia a városban, ugye jönnek az írók, a Tokaj írótábor is elindul a nyáron, tehát nagyon sok program között lehet választani, hát nem beszélve a Zempléni Fesztiválról, ami ugye egy magas kultúrát hoz a zempléni településekre. Két előadásra lesz a Fesztivál Katlanban, illetve a város főterén, a zsinagógában és a színházban is lesznek előadások. Mennyire képes tömegeket oda vonzani Tokaj egy-egy ilyen rendezvényre? Azt kell mondanom, hogy egyre jobb a Katlannak a megítélése, és most már az előzetes jegyfoglalások alapján azt ki mehetjük jelenteni, hogy közel teltházzal fog menni minden előadás. Ez egy komoly kihívást jelent egyébként a város számára, hogy hétről hétre 2500 ember meg fog jelenni a Fesztivál Katlanban. Érződik az, hogy nincs megfelelő szállás kapacitása a városnak, és sajnos az előadás után ugye haza kell menniük az embereknek. Pedig hozzá... Színfájdalom egy nagy színfájdalom ez, igen. És hozzá kell tennem azt is, hogy ugye a Fővárosi Operett Színház bemutatja a Római Júliát is kétszer, tehát ez is egy kis üde színfoltja lesz majd a nyárnak, hogy péntek és szombaton egymás után látható lesz a Fővárosi Operett Színháznak ez a produkciója, és hát nagyon komoly problémát jelent nekünk majd az, hogy hol tudjuk lefektetni magát a produkcióban résztvevő színészeket, mert 150 fő stábbal érkezik az Operett Színház, láthatólag gyenge pontja a városnak még a szálláskapacitás. Tekinthető ez egyfajta ráhangolódásnak a
kulturális főváros cím pályázatára? Azt gondolom, hogy egy nagy álom ez Tokaj számára, de nem csak elsősorban Tokajról kell beszélnem, Tokaj hegyaljáról. Mi a 27 világörökségi településsel együtt szeretnénk megpályázni ezt a fantasztikus címet. 2023-ban Magyarország Angliával együtt adhatja Európa kulturális fővárosát, és mi úgy gondoltuk, hogy Tokajnak egy olyan izgalmas kulturális infrastruktúrája van, és olyan különlegessége van, ami miatt meg kell, hogy próbáljuk megpályázni ezt a címet. Hangsúlyozom, mindenképpen a 27 településsel együtt szeretnénk ezzel a pályázattal élni, és hát nem árulok el titkot, hogy megyei jogú városokkal kell majd megmérkőznünk, tehát a méretünkből adódóan, a Dávid és Góliát szerepéből ugye reményeim szerint nekünk fognak szurkolni, mert szerintem éppen ilyen... ez jelent egy kuriózumot. Igen, ez jelent a kuriózumot. Hozzáteszem, ilyen kisváros még szerintem soha nem pályázott Európa Kulturális Fővárosa címre. Igaz, hogy városként kell pályáznunk, de mi nem csak városban gondolkodunk, hanem a térségben gondolkodunk, Zemplénben gondolkodunk. Hozzá kell tennem, hogy egyébként partnerséget ajánlunk Nyíregyházának is, mert ugye nagyon kicsi a távolság, és sok-sok elemmel kötődünk Nyíregyházához, és azt hiszem, hogy ezek a kötődések erősíthetik azt, hogy mi ezt az egész dolgot nagyon komolyan gondoljuk, és szerintem az esélyeink is az idő múltával egyre jobbak, úgyhogy bízom benne, hogy 2023-ban Tokaj hegyalja lehet Európa kulturális fővárosa. Milyen hozadéka lehet ennek? Mi az, ami megépülhet, ha elnyeri a címet Tokaj? Nagyon régi vágyunk az, hogy a tokaji várat láthatóvá tegyük. Ez egy érdekes színfoltja lehet majd ennek a pályázatnak, már csak azért is, mert a szigeten nem csak a tokaji várat szeretni megjeleníteni, hanem Makovec Imre odaálmodta meg a szevillai pavilonnak a mását. Most erős lobby tevékenységet folytatunk, hogy Makovec Imrének a végakaratát maga a kuratórium, illetve az örökösök próbálják megvalósítani, és a Bodrog és a Tisza összefolyásánál szeretnénk a Makovec szevillai pavilonjának a másolata ott újra életre kelne, és az egyik oldalán lenne a szevillai pavilon, vele szembe a tokaji vár, és közötte pedig kialakítanánk olyan kultúrparkot, ami azt mondom, hogy teljesen egyedivé tehetné ezt az egész sziget hangulatot, amit szeretnénk megvalósítani. Ez a nagy vágyunk, hogy ezt a várat, egyedüli zempléni Rákóczi vár még, ami nem látható. Most már a várprogramok keretén belül minden Rákóczi vár nagyon szépen megújult, kivéve a tokait, és én azt bízom benne, hogy ennek a program keretében ez is sikerül, és hát van egy nagyon nagy álmunk, a Pálos Kolostornak a kultúrába való bevonása. Jelen pillanatban este egy súlyosan fogyatékos gyermekotthon működik a Pálos Kolostorban, és hozzá kell tennem, hogy komoly erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy ki tudjuk váltani ezt a Pálos Kolostort. És nagyon szeretném összekapcsolni Tokajnak a vallási kultúráját a szevillai pavilonnal. Szevillai pavilonban 7 torony volt, ebben a 7 toronyban 7 harang volt ott kint Szevillában. Ezeket a harangokat vissza szeretnénk hozni. És hogy miért akarom párhuzamba hozni a kettőt, Tokajban 7 templom van. Nagyon érdekes, hogy ilyen kisváros ilyen fantasztikus vallási hagyatékkal bír, hogy itt minden vallásnak gyönyörű temploma van, és ez a párhuzam is erősíti, hogy szevillai pavilon Tokajban kell megépíteni, hogy ezt a párhuzamot is tudjuk erősíteni. Ugye a római katolikus templom van, görög katolikus, református, görög keleti, ugye van egy zsinagógánk, ami most kulturális konferencia központként működik, evangélikus templom, és a Pálosok kolostorában is volt egy templom, ami most nem templomként funkcionál, de mi már párhuzamot vontunk a szevillai 7 torony és a tokaji 7 templom között. Polgármester úr, örömmel fogunk beszámolni a további sikerekről is. Most köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen. Van.